Üdvözlök mindenkit, Falken JT vagyok, és majd tutorial videóval fogok nektek kedveskedni, amiben bemutatom, hogy hogyan is tudunk ilyen logót készíteni, vagyis ehhez hasonlót. Na, hát akkor kezdjük. Az első lépés, hogy csinálunk egy új felületet. 500x500-ba kell csinálni. És adunk neki egy nevet. És nekem az lesz, hogy tutorial. Na, amikor megkapjuk ezt a felületet, akkor a hátteret, ami itt is van, ilyen hátteret, azt úgy tudjuk megcsinálni, hogy rámenjünk erre a kis ikonra, a szél bal felén, aztán itt felül kétszer rákattintunk, egyszer is elég, és akkor itten beállítsuk a színeket. Erre már kétszer kell rákattintani, és akkor itt beállítsuk a színeket. Most mondjuk nekem az a hogy a szürke jól van, és ott az a fehér is maradhat. Utána leokézzük, és húzunk egy ilyen nyilat, ilyen csikot. És akkor az ahhoz képest húzza meg ezt a zárnyalatot. Ha shiftet is használjuk, akkor persze egyenes lesz. Na, mondjuk ez most nekem jó. Ezután következik az, hogy átmenjünk erre, és megfogjuk innen, elkezdjük húzni ezt a választó csikot, vagy valami, és itt ugye, amikor így ott lennénk így a közepén, itt lassan így vigyük, és ahol megakad, szóval itt van a közepe, és akkor itt nekünk húz egy ilyen csikot. Na, innen fentől is megcsináljuk ezt. Kicsit beakad, itt van a közepe. Na, miután ez megvan, akkor most jön a kör. Csinálunk egy new layer, utána rámenjünk itt erre, erre a kis ikonra, itten kiválasszuk a kört. Én CS4-et használok, szóval nekem itt felül vannak, szóval kiválasszuk a kört, és úgy bepécézzük a közepét. Mondjuk, hogy most itt van a közepe, és elkezdjük kifele húzni. Közben nyomjuk az altot és a shiftet, és akkor szép körvonala lesz a körünknek. Ugye mi határozzuk meg, hogy mekkora legyen a sugara, hát most mondjuk legyen ekkora. És utána elengedjük. Ugye meg is van az első kör. Most fehérrel van. Akkor most következik a következő kör, new layer, megjön a közepét. Amúgy itten lehet színeket változtatni. Most akkor az volt fehér, akkor az legyen fekete. Igen. Megint megkeressük a közepét. Kihúzzuk, alt shift. És most nem húzzuk ki egészen, hanem csak egy ilyen kb. Egy ekkorára. Így, és akkor elengedjük, és akkor már meg is van egy ilyen kör, meg abban is egy kör. És akkor a harmadik köröz, megint new layer, ennek is megadjuk a színét, az ugye akkor most lesz fehér, a másik többi az jó, megint megkeressük a közepét, kihúzzuk, alt shift, és megint egy kör csinálunk, így. Na, kész van a körünk. Ezután most jön az effektelés. Az első kört, hogy legyen, hogyha úgy akarjuk, hogy többi ne látszódjon, akkor itt ezeket kivesszük. Szóval itt van ez a kör. Van itt lent ez a kis ikon, FX, és rámegyünk arra, hogy Inner Shadow. Hogy itt már meg is jelent, hogy ilyen bemélyedést csinál. Ezt felhúzzuk maxra, és berakjuk, hogy normál. Ez amikor kész van, utána jön a drop shadow. Rámenjünk, akkor itt látszik is, hogy van neki rakott is egy kis árnyékot. Ezt felhúzzuk ugyanúgy maxra, vagy aki akarja, nem nagyon szeretem maxon, csak úgy halványan látszódjon, mondjuk így. Ezt is berakjuk normálra.
Miután ez kész van, rámenjünk arra, hogy Outer Glove. Mondjuk akkor már nem is kell nagyon Shadow, de most így is jó. Szerintem ezt én, hogyha kiveszem, akkor szebben is fog kinézni. Igen. Szóval itt van a Glove-nál, azt is felhozzuk Maxra, vagy aki akar, ilyen fehér, ilyen csík lesz körülötte. Igen, még a Gradient overlay-t, hogyha akarjuk, az ilyen fényesebbé tesz, de én nem nagyon szoktam azt használni. Utána leokézzük, és kész van az első. Ugye most a másikat megnyissuk, és akkor most így néz ki. Ezt most el. És akkor most folytassuk ebben. Ennek is adunk egy inner shadow-ot, de nem nagyon látszik. De azért rakunk. Drop shadow-ot nincs értelme. Ennek van, mert az szépen is fog kinézni. Ne legyen annyira fényes. Mondjuk így. A gradient pedig nem rakunk. Oké. Most nézzük, hogy néz ki. Már kezd alakulni. Menjünk tovább. Jön a harmadik kör. Ezt már így hagyom. Megint inner shadow. Ennek már jól néz ki, mert olyan, mintha így benne lenne az egészbe. Így be lenne is süppedve a feketébe. Mennek 100, normál, drop shadow, hát nincs értelme. Ennek viszont van, mert ilyen szép kis körvonala lesz, csak lenne húzzuk, jó, és kész is van így a körünk. Ugye ezután jön az, hogy mit írjunk bele. Csinálunk egy new layer-t, szépen megfogjuk, hogy itt van ez a text, kicsit betölt, jobb klik, hát én ezt szoktam inkább használni, de van, aki ezt használja, de én mi most ezt fogjuk használni. Igen, itt kiválasztjuk a betűtípust, most mondjuk legyen legyen. Még legyen ilyen Minecraftos. Igen, kiválasztjuk a betűtípus méretét. Legyen először 11-es feketével. És akkor innentől egy sarkától így megfogjuk, és így húzunk egy ekkorát. És itten én mindig kiszoktam így egészen nagyítani, hogy azért lássam, hogy hol van a, hogy majd tudjam jobban úgy beilleszteni. És akkor írjuk oda azt, hogy Minecraft. Úgy itt most nem nagyon látszik, mert ezt így kéne húzni, meg kisebb betűtípussal, de mindjárt megoldjuk. Ezt 8-assal, meg az is sok, 6-os, így most 6-ossal van, és akkor így korrigáljuk. Így ezt kinek hozzuk, így, így. Hogyha a kontrollt lenyomjuk, akkor tudjuk mozgatni, így. Mondjuk, hogy itt van egy a közepe, és nézzük meg. Hát most ez így néz ki. Szóval itt van Minecraft feketével, ennek is adunk ilyen effekteket, hogy nézzen ki jobban. Felhúzzuk ezt Maxra. Így, akkor adunk neki kis, nem épp annyira. Így, vagy látszódjon, hogy kim van a logó, vagy se a körből. Ennek is adunk egy kis fényt, nem épp annyit, de így jól van. Nem
tudom még. Ah, igen, itt tudunk ilyen textúrokat is belerakni, csak nekem nincs most letöltve. Mondjuk, és akkor lehet itt ezt is állítani, hogy mennyire darabos legyen. Épp csak hogy látszódjon. Így. Na mondjuk ez így most jól is néz ki. Na hát akkor ennyi lett volna a logókészítés, még annyit, hogy elmenteni úgy lehet, hogy ugye ezeket a csíkokat így elvesszük, így ezt is lehúzzuk, és akkor így néz ki a logónk. Elmentjük úgy, hogy save us, kiválasszuk azt, hogy PNG vagy JPEG, ilyen PNG-be szoktam, majd adjuk neki a tetszőleges nevet, és elmentjük. Miután elmentettük, kész van nekünk a logónk. Na, szóval ennyi lett volna a videó, így kell elkészíteni egy logót, bár most ez nem volt, nem sikerült olyan hú de szép logónak, de remélem tudtam segíteni nektek. Hát akkor köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!